December 20-án ülésezett utoljára Orosháza képviselőtestülete. Az ülés kezdetén Fecser János MSZP-s képviselő egy a túlóra törvénnyel kapcsolatos helyi előterjesztés akart napirendre vetetni. Ezt azonban a kérésére név szerinti szavazáson 5 igen és 9 nem mellett elutasította a testület. Így első napirendi pontként a Város 2020-ig szóló helyi esélyegyenlőségi programját fogadták el a képviselők. A program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzzék a hátrányos megkülönböztetést és elősegítsék a különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségét, különös tekintettel a védett emberek csoportjaira. A képviselők meghosszabbították egy ingatlan ingyenes bérbeadását is. A Gyopárosi út 3 szám alatti ingatlant a Békés megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófa Védelmi Kirendelt használja. A bérleti szerződés lejár, ezt hosszabbította meg az önkormányzat 2019. február 28-áig. Jelenleg a helyi katasztrófa védelmi kirendeltség és a tűzoltóság külön épületben van, mivel a laktanyában nem férnek el. A tűzoltó laktanya épületét a következő évben felújítják és bővítik. A katasztrófa védelmi kirendeltségnek addig külön kell elhelyezést biztosítani. Az önkormányzat a Gyopárosi úton február végéig tud a katasztrófa védelemnek elhelyezést biztosítani, utána azonban ott is fejlesztések indulnak. Dávid Zoltán polgármester azonban elmondta, az önkormányzat a továbbiakban is segíti, hogy a tűzoltó laktanya elkészültéig a katasztrófa védelmi kirendeltség megfelelő elhelyezést találjon. A toppos felújítások miatt ugye most csak ez a határideig tudtuk megkötni a szerződést, tehát ennek csupán csak ez a technikai oka van, de nyilván önkormányzatunk minden segítséget megad és a lehetőséget, hogy a munka folyamatos legyen és biztosítva legyen. 1 millió forinttal támogatja az önkormányzat a működő Mezgéért alapítványt, a támogatás elszámoláshoz kötött. A pénzt az iskolában tanuló 12.9-es gépi forgácsoló tanuló ösztöndíj támogatására, valamint szakmai rendezvényekre kell fordítsák. Ez egy kezdő összeg. Reméljük, hogy az idők folyamán ez az összeg tovább fog emelkedni, hisz Orosháza városának nagy szüksége van a jól képzett szakmunkás fiatalokra, mert a város ipara gyarapodna, sok cég fejleszt a városban, nagy beruházások vannak kilátásban, és ehhez szüksége van a városnak a jól képzett munkaerőre. Többletforrásra pályázik az önkormányzat a zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza Gyopáros fürdő elnevezésű TOP pályázaton. A város bruttó 400 millió forintot nyert a pályázaton, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Gyopárosi út 7505/9 és a 7746/2 helyrajzi számú területen szabadidős és közösségi célú fejlesztést végezzen. A pályázati támogatási szerződést 2017 májusában írták alá, a közbeszerzési eljárás ajánlatait pedig november 28-án bontották, a beruházás elvégzésére 5-en pályáztak. A benyújtott ajánlatok azonban meghaladják a pályázati forrás nyújtotta lehetőségeket, ezért az önkormányzat bruttó 81.298.495 forint támogatásra pályázik a Magyar Államkincstárhoz. A testület döntött arról is, hogy bruttó 140 millió forint értékben pályázik multifunkcionális, sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítására és fejlesztésére. A pályázatot az Orosházi Munkástest Edzőkör utánpótlás labdarúgó egyesülettel konzorciumban nyújtja be az önkormányzat. Beszámolt éves működéséről az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT. Az önkormányzati cég a 2018-as évi működéshez bruttó 50.107.969 forint többletfinanszírozást kért a 2019. évi költségvetés terhére. Megkötésre került a 2019. évi közszolgáltatási szerződés is. A feladatok ellátására bruttó 401.151.956 forintot tervez a város. Itt ez számunkra azért elfogadhatatlan, és nem fogjuk megszavazni, mert nincs igazán kibontva, bár tételesen oda van írva az előterjesztésekbe, hogy melyik tételhez kér vezérigazgató újabb milliókat, majd erre vissza is térek. Úgy gondolom, hogy az a feladat növekmény, amit akár önök, mint képviselők, akár a önökön keresztül a város, illetve a visszajelzések alapján, amit megkapunk, elvárt tőlünk. Úgy gondolom, hogy ennek egy minőségi javulással meg kell, hogy feleljünk egyrészt. Ez többlet feladatot, nagyobb mennyiségű, adott feladatokon belül nagyobb mennyiségű munkát, vagy nagyobb mértékű munkát kíván. Másrészt pedig
A kormányzat pozitív bérintézkedései, én úgy gondolom, hogy komoly hatással lesznek jövőre a cégre, olyan szempontból, hogy az a százalékos arány, amit ön is említett, azért az elég jelentős, és a bérintézkedések nagy része is körülbelül egy 20%-os növekedésről szól. Olyan szempontból is fontos ez, illetve fogja érinteni a cégünket, hogy nem csak azokat, akik konkrétan ebben a bérintézkedésben érintettek, hanem azokat is, akiket gyakorlatilag, vagy akiknek a bérét ezek az intézkedések húzni fogják. Gyakorlatilag ebben az évben 264 millió forint volt durván az az összeg, amit a közszolgáltatási szerződés keretén belül mi felhasználtunk. A jövő évben ez az összeg 315 millió forint körül van. Ez a plusz 50 millió forint, hogyha kibontjuk, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag nem csak a minimálbéremelkedésnek hatását vettük itt figyelembe, ami nem elhanyagolható, de azokat a tételes egységnövekményeket is számszerűsítve megtalálhatjuk abban az előterjesztésben, ami elkészült. Hogy egy párat kiemeljek belőle, gyakorlatilag itt a járdáknak, a város járdáinak a felújításával kapcsolatban 2018-ban a közszolgáltatási szerződés keretén belül ott 285 négyzetméter járdát újítottunk föl. Ugye tudjuk, hogy a Stormunk a programban készültek még járdák ettől függetlenül is, de ez a 2019-es közszolgáltatási szerződés, ez 700 négyzetméter járdát tartalmaz, tehát 2,5-szeres a járdának a mennyisége, aminek természetesen költségvonzata is van. Ez azt hiszem nagyjából 3-5 millió forint közötti összeg. Ezen kívül, hogyha a meleg aszfalt, ami örökös probléma a városban, hogy kátyúsak az utak, 2018-ban 100 tonna aszfaltot dolgoztunk be, a szerződésünk ennyit tehet lehetővé, ez 2019-re 300 tonnára, tehát meg háromszoroztuk. Ennek is több mint 7 millió forintos költségnövekedése van. Ezen kívül a Bogárzói lovaspályára gyakorlatilag 3 millió forintot költöttünk ebben az évben, ami aránytalanul kevés, hogyha azt nézzük, hogy ez mekkora értéket képvisel a város életében, ezt az összeget is megdupláztuk 3 millióról 6 millióra, tehát ez is újabb 3 millió forint. Ezen kívül az örökös probléma a városban a rágcsálóirtással kapcsolatos probléma kérdéskör, ahol 2019-re pontosan a lakók, illetve a város életének a minőségi biztosítása érdekében több mint 10 millió forint a nagyobb összeget állítottunk benne. Tehát azt hiszem, hogy az 50 millió forint plusz, ez gyakorlatilag tételesen levezethető, hogy nem az átlagárainak a megemelésével kapcsolatosan merültek föl, hanem ténylegesen a feladatokhoz kapcsolódóak. A testület döntött arról is, hogy 3 millió forinttal támogatják a Gyopáros fürdőn nyaranta működő ajándékbolt és információs pont működését. Ugyancsak döntés született arról, hogy jövőre eltörlik a városi könyvtárban a beiratkozási díjat, így mindenki számára ingyenes lesz a kölcsönzés. A városi könyvtárak közül Magyarországon elsőként és egyedüliként Orosházán lehet ingyenesen beiratkozni és könyveket kölcsönözni. Az önkormányzat bruttó 6.965.000 forint összeggel támogatta az Orosháza és térsége gazdakör szervezete 13. hagyományi kézek versenye rendezvény. A támogatásról hosszas polémia alakult ki a képviselők között. Arról van szó, hogy gyakorlatilag van egy egyesület, aki csinál egy programot, és az önkormányzat, aminek tavaly egyáltalán kaptam időkot, majd most feltételezhetően igen, biztos az, hogy milyen a szüksége lehet a város, az utolsó félékig fizeti. Tegyek, majd ők így döntenek, de akkor pedig azt árulják el, legyenek kedvesek, hogy ez mitől a gazdagörnek a rendezvény, és miért nem az önkormányzatnak a rendezvénye. Hallgatva azt a javaslatot, hogy megyünk le napi rendítési pontról, vagy megyünk le a napi rendről, és majd később megtárgyaljuk. Azért azt tudnunk kell, hogy itt van a gyakunkon a rendezvény, és azt nem két nap alatt szokták megszervezni. Március 2-ára úgy a vendégek és az előkészületek, sőt, különböző szolgáltatóknak előleget kell fizetni annak érdekében, hogy március 2-a rendben, március 2-án rendben megtörténjen a kolbászfesztivál, vagy hagyományok ízek fesztivál. Én azt javaslom, hogy az előterjesztést fogadjuk el, hisz egy folyamatot nem szabad megállítanunk kicsinyes akadékoskodás miatt, és a későbbiekben, mondjuk a jövő évi Kolbász Fesztivál vagy Hagyományok Ízek Fesztivál alkalmával egy komolyabb előkészítés alapján fontoljuk
meg, hogy adott esetben Orossán a város legyen a főszervező. Gondoljuk végig, ezt most nem volna szabad megakadályozni, mert akkor nagy-nagy problémák vannak, és egy hagyomány megszakadna. Tehát én arra kérek mindenkit, aki most vitatja is, maximum tartózkodjon, ne ellenében szavazzon, vagy ne lelke rajta, induljon el, menjen a folyamat, és jövőre jobban odafigyelni. Meghatározták a 2019. évi élelmezési nyersanyag normát. Az intézményi javaslatok alapján a nyersanyag költségek az egységes szociális központnál 3,2%-kal emelkednek, a Kisharang bölcsöde és a gyermek és diák élelmezési intézmény esetében pedig változatlanok maradnak. Nem változnak 2019-ben a temetői díjtételek. Az Evangélikus Egyházközség tájékoztatása alapján erről döntött a testület. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet és annak díjtételeit évente felül kell vizsgálni, ez történt most is. Természetbeni támogatást nyújt az önkormányzat azoknak, akik a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak, és korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentésben, valamint 2018. október 15-éig igényelték azt. Annak érdekében, hogy a téli rezsicsökkentést az érintettek igénybe vehessék, módosítani kellett a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletet. Erről döntött a testület. A városban 845 háztartást érint a támogatás. Szenet 177, tűzifát 503, palackos gázt 110, fűtőolajat 1, brikettet, illetve pelletet 54 háztartás igényel. A napirenddel kapcsolatban Fecser János képviselő javasolta, hogy a 12.000 forintos rezsicsökkentési támogatást emeljék 15.000-re. Németh Béla nem értette egyet a módosító javaslattal. Vázolta, a rezsicsökkentés nem szociális alapon jár a lakosságnak, hanem fűtési formánként, ezért minden háztartás támogatása nem emelhető. Ugyanakkor szociális alapon a város 20.000 forinttal támogatja a rászorulókat a fűtési idényben. Ugyanezt hangsúlyozta Fejes Róberné alpolgármester is, aki kiemelte, a rezsicsökkentés nem szociális alapon jár, így ha annak összegét megemelnék, akkor adott esetben olyan is kapna, aki nem rászoruló. Az év utolsó képviselőtestületi ülése zárt üléssel fejeződött be, ahol a képviselők bérlakások bérbeadásáról, illetve behajthatatlan követelések törléséről döntöttek. A testületi ülés után értékelésre kértük Bojtor István alpolgármestert, valamint Fecser János MSZP-s és Szabó Ervin jobbikos képviselőt. A 2018-as évi utolsó képviselőtestületi ülésünkön több mint 25 napi rendi pontot tárgyalt a képviselőtestület. Mondhatom azt, hogy a korábbiakhoz képest viszonylag nagy hatékonysággal, és egy olyan hát ritmusban, amelyet talán a korábbiakban is jó lett volna tartani a testületnek, az agyon politizált témák helyett ugye a lényegre térve és a lényegről beszélve mindig. Nagyon sok olyan pont volt, amely komoly döntéseket kívánt a testülettől. Én itt felsorolásszerűen elmondanám, kitérve egy-kettőnél a lényegibb részekre. Elfogadtuk Orosházának a esélyegyenlőségi programját, amelyben nagyon sok szakember hosszú időn keresztül dolgozott, és egy olyan anyagot rakott le elénk, amely én úgy érzem, hogy megteremti annak a lehetőségét, hogy minden szegmens a lehető legjobb ellátásban részesüljön, a lehető legjobb elbírálásban részesüljön, és a lehető legjobban éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyeket kínálunk nekik. Helyiséghasználati bérleti lehetőséget hosszabbítottunk a katasztrófa védelemnek. Ugye a Gyopárosi úton vannak ők most jelenleg, február 28-áig hosszabbítottuk meg az ott tartózkodás lehetőségét számukra, remélhetőleg addig megtalálják, ha nem is a végleges megoldást, de azt az átmeneti megoldást, amíg a végleges helyükre a leendő felújított tűzoltó laktanyába nem kerülhetnek. A gyulai szakképzési centrummal kötöttünk egy tehetséggondozásra irányuló megállapodást, vagy kötünk egy ilyen megállapodást. Ugye évelején a költségvetésünkben elkülönítettünk erre 1 millió forint összeget, és a hiány szakképzés támogatására szeretnénk ezt fordítani a centrummal, illetve a helyi iskolával egyetemben és karöltve. Döntöttünk top pályázatokkal kapcsolatban, illetve az orosházi városüzemeltetés finanszírozásával kapcsolatban. Ugye minden egyes cégünkkel, beszélek itt a városüzemeltetésről és a későbbi döntéseknél a
Petőfi Művelődési Központról, a médiáról és a turisztikai desztinációs menedzsmentről. Arról kellett dönteni a képviselőtestületnek, hogy a jövő évet milyen formában tudják elkezdeni, milyen finanszírozással tudjuk nekik megelőlegezni azokat a pénzeket, amelyek az első pár hónapjukat biztosítják a költségvetésünk végleges elfogadásáig. Döntöttünk a Jus Zsigmond Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának változtatásáról. Két dolog érdekes ebben az esetben: engedélyeztünk számukra plusz létszám felvételét, illetve biztosítását, illetve ami érdekes lehet a nagy közönség számára az, hogy a könyvtár vezetőjével egyeztetve a beiratkozási díjak teljes lenullázásáról döntöttünk, tehát a jövőben nem kell beiratkozási díjat fizetni a könyvtárba való felvételkor, beiratkozáskor, és remélhetőleg ez ennek a pozitív hatásai nem csak ebben nyilvánulnak meg, tehát hogy olcsóbb lesz ez a lehetőség, illetve nem kerül pénzbe ez a lehetőség, hanem talán fel is élénkíti azoknak a számát, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak. A későbbiekben az Orosháza és Térsége Gazdakör egyesületi kérelmének elbírálásáról döntöttünk. Ez egy kisebb vitát generált a képviselőtestületben. Ugye itt a nagy közönség számára talán érthetőbben fogalmazva a rendszeresen megrendezésre kerülő Hagyományok és Ízek Fesztiváljának a finanszírozásáról döntöttünk, amely ugye február végén szokott lenni Orosházán, illetve mostani alkalommal március 2-án lesz, amelyet a Gazdakör segítségével, a város támogatásával fogunk megvalósítani. Ez különböző kérdéseket vetett fel az ellenzéki képviselőkben. Én azért úgy gondolom, hogy ez a rendezvény, ha visszatekintünk a múltjára, az előző rendezvényeknek a sikerére, ez megállta a helyét. Minden egyes rendezvényről tételes elszámolás készült. Azt hiszem, hogy a mostani rendezvénynek a megrendezése az, hogy minél hamarabb be tudjunk kapcsolódni az előadókkal, fel tudjunk készülni a különböző eseményekre, ez megkívánja azt, hogy ez a döntés minél hamarabb megszülethessen, és azt a fajta finanszírozást tudjuk a számukra biztosítani, amellyel fel tudnak készülni a rendezvény sikeres lebonyolítására. Az élelmezési nyersanyag normák meghatározásáról is döntött a testület. Itt egyetlen egy esetben az Egységes Szociális Központnál van egy 25 forintos díjemelés, a többi helyen nem nyújtunk a nyersanyag normák mértékéhez. A társulások és a érdekeltségek tevékenységéről szóló beszámoló volt, ami még érdekes volt a testület számára, illetve a belső ellenőrzés munkaterve. Úgy stratégiailag, tehát középtávon 3 éve szólóan, ugye a 2019-es terveket. Ezeket a pontokat a képviselőtestület egyhangulag támogatta. A temetőkről és a temetkezési díjakról szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálatáról is szó volt. Ezeken a díjakon az Evangélikus Egyház javaslata alapján nem változtatunk. Orosházaváros önkormányzatának a 2018 éves költségvetésének az utolsó módosítása is megtörtént a képviselőtestület ülésén. Ezek az átvezetések gyakorlatilag a korábbi döntések hozadékának technikai átvezetései, azok a tételek, amelyekről egyébként a képviselőtestület már korábban döntött, tehát új támogatások, új dolgok nincsenek már ebben a módosításban. A köztelet rendjének használatáról szóló önkormányzati rendeletet is módosítottuk. Azt tudni kell, hogy 2019-től ugye egy fix 3000 forint összegű díjat kell fizetni, illetve illetéket, pontosabban ez a jó kifejezés, a köztelet használat mértékétől, tehát nagyságrendjétől függetlenül mindenkinek, aki közteletet kíván használni. Ez a bevétel, ez nem önkormányzati, hanem állami bevétel lesz. Az önkormányzati bevételeken próbáltunk csökkenteni olyan formában, hogy az eddigi fix 3000 vagy minimum 3000 forintos díjunkat eltöröltük, és a tényleges használat nagyságrendje után kell fizetni azoknak, akik a közterületet igénybe veszik. Így azért remélhetőleg közelít az a díj a korábbiakhoz, amelyeket eddig is ugye meg kellett fizetniük a számunkra. Akik eddig is aranyjogon illetékmentesek voltak, illetve nem kellett fizetniük a közterület használatért, azoknak továbbra is ilyen formában történik a
használat. Ami nagyobb vitát generált a képviselőtestület napirendjeinek végén, az az önkormányzati rendelet a pénzben és a természetbeli ellátásokról szóló módosítása. Ugye itt kimondottan a téli rezsicsökkentés természetbeni támogatásának biztosításáról döntöttünk, amely háztartásunként 12 000 forint összegű költségvetési támogatást nyújt. Orosháza város önkormányzata erre kapott 10 millió 140 ezer forint összeg erejéig egy keretet, amelyet ugye a október közepéig, aki megigényelte ezt a támogatást, az természetesen igénybe is vehet. Annak mindenképp van egy diszkrét bája, hogy az ellenzék, ugye aki a parlamentben nem szavazza meg a rezsicsökkentést, úgy általában, mint törvényt, az rajtunk számon kéri a rezsicsökkentés végrehajtását, sőt, számon kéri azt, hogy miért nem adunk még hozzá költségvetési forrásból, saját költségvetési forrásból pénzt, hogy ezzel is kiegészítsük ezt a támogatást. Én úgy gondolom, hogy amikor az ember egy x összeget mond, akkor mindig lehet egy x plusz egy összeget mondani. Tehát én azt hiszem, hogy maga az elv, ami a rezsicsökkentésről szól, az a kormányzatnak az egy nagyon határozott és jó intézkedése volt. Ezt korábban nem támogatták, most számon kérik rajtunk. Kicsit nekem ez egy kettős megítélés ennek az intézkedésnek. Utána pedig interpelláció és zárt ülés. Következett. Elég sok napi rendi pontot kellett megtárgyalni. Nagyon sokszor tartózkodtunk, nemmel szavaztunk, és több mint felét igennel megszavaztuk az előterjesztéseknek. Volt több kardinális kérdés. Ilyen volt a négyes napi rendi pont, ugye, amiben egy újabb topos pályázatokról döntöttünk. Mi elmondtuk, hogy ezek a pályázatok nem az itt lakó érdekét szolgálják, nevezetesen azért, mert a közbeszerzésnél olyan trükköket veszünk észre, amelyekkel kitriblizik az orosházi vállalkozókat. Nagyon rossz az előkészítése, nem ismert a testület előtt a szakmai tartalma, és folyamatosan hitelből és költségvetési pluszforrásból kell a többlet igényeket teljesíteni. Mi azt mondtuk, hogy egy bruttó 300 millió forint körüli összegnél már elvárható az, hogy nyílt közbeszerzés legyen, és nem meghívott. Szeretném mondani, hogy ezek a meghívások, ezek egy jól körülírt vállalkozói körhöz tartoznak, ezek nem békés megyeiek, és főleg nem orosháziak. Ez az egyik. A másik, hogy plusz 50 millió forintot igényelt a városgazdálkodás. Nem lett kellően megindokolva, hogy ezt a plusz 50 millió forintot mire igényli, tehát ezt nem tudtok támogatni. Ugye a gazdakörnek volt egy kérelme, hogy 7 millió forinttal támogassa a város az ő rendezvényüket. Itt 5-6 kérdés elhangzott, erre az előterjesztő nem tudott válaszolni, felkészületlen volt, mi ezt nem támogattuk, illetve volt egy kardinális kérdés a 21-es napi rendi pont, ahol mi azt kértük, hogy 850 család kapott a kormányrendelet értelmében több mint 10 millió forintot, fejenként 12 000 forint tüzelőtámogatást. Hogyha most meggondoljuk, hogy az orosházi tüzépről ki kell vinni valakinek a szenet mondjuk Kiscsákóra vagy Monorra, ez egy jelentős költség. Mi azt kértük, hogy ezt vállalja át az önkormányzat, a fideszesek ezt leszavazták, és leszavazták azt is, hogy ezt az összeget, a 12 000 forintot egészítsük ki 15 000 forintra. Én azt gondolom, hogy ez nagyon kistílű és méltánytalan döntések voltak. Ezek kifejezetten a fideszes szavazatokkal lettek leszavazva, illetve fölmerült kérdésként, hogy miért nem támogatják a munkatervbe azt, hogy két közmeghallgatás legyen. Az egyik tavasszal 16 óra után, a másik ősszel esetleg délelőtt. Ezt leszavazta a fideszes többség, hiszen fél az orosházi emberektől, nem akarja meghallani a véleményüket, és nem akar szembesülni a
problémákkal. Volt egy jelentős előterjesztés, amiben mi azt kezdeményeztük, hogy tárgyalja meg a városi önkormányzat azt, hogy a rabszolgatörvénytől elhatárolódik, és a saját cégeinél ezt nem alkalmazza. Ezt a fideszes többség lesöpörte, nem is volt hajlandó megtárgyalni. Mi mindenféleképpen erre felhívjuk a darosházi állampolgároknak a figyelmét, hogy ezek az erőből született döntések nem segítik elő a város fejlődését, és ezért rohamosan marad le. A mai testületülésen is én azt gondolom, hogy egy dolgot ki lehet jelenteni, még pedig azt, hogy 10 ember dönti el a sorsunkat. 10 rendkívül arrogáns, cinikus, szakmailatlan, hozzá nem értő ember dönti el az orosházán élők sorsát. Én azt tapasztaltam az elmúlt években is, és ma is, hogy gyakorlatilag hazugságokkal, félrevezetésekkel, csúsztatásokkal igyekeznek alátámasztani azokat az indítványokat, amelyek nem szolgálják az itt élőket. És mondva csinált politikai indulatokat gerjesztve utasítják el azokat az indítványokat, amelyek az ellenzéki képviselőktől jönnek, és az orosházi emberek érdekeit szolgálná. Ez a szörnyű. Én azt gondolom, hogy ebből lesz, nekem határozottan már elegem van, de ebből lesz most már az itt élőknek nagyon rövid időn belül elegük, és ez az, ami oly sok mindenkit az utcára is visz, és meggyőződésem, hogy az itt élők is, ha nem félelembe kellene, hogy éljenek, ki is fejeznék ezt a véleményüket. Lehet azt látni, például itt van egy konkrét példa, 12.000 forint természetbeni támogatás vonatkozásában. Felmertem, képviselőtársam is felvetette, de felmertem azt vetni, hogy hogyan fog ez a tényleg rászorulóknak, a szegényeknek az otthonába eljutni, hiszen egy ilyen támogatás, vagy 3-4.000 forint, például a taxival is, vagy elvárjuk azt, hogy kerékpárral fogják, vagy többször fordnak, tehát ez megoldhatatlan, tehát ezen gondolkodni kellene. Még csak arra sem képesek és alkalmasak, hogy ezt fontulra vegyék. És ugye lehetett látni, nem csak én látom, hogy például a Sára képviselőtársam kinevetett, mikor azt mondtam, hogy bizony ilyenek itt szegények, akik ezt nem fogják tudni, hogy ne essek már túlzásokba, vagy német képviselő, hogy ez demagógia. De hát ezek a tények. Hát nincsenek az emberek között. Nem látják azt, hogy Délbékést, Orosházát mennyire sokan elhagyták, és szinte már csak a szegények, azok az idősek vannak itt, akik egyedülállók, vagy teljesen mindegy, egyedülállók vagy sem, akik nem tudják megoldani abban a minimális nyugdíjban, abban a minimális jövedelemből még egy ilyen jellegű, lehet, hogy nekik aprónak tűnő, de megítélésem szerint jelentős terhet. Olyan érzésem van, ülök a testületülésen, mint a kétféle valóság lenne. Tehát, mint ha nem akarnák azt elfogadni, hogy tényleg mi, és mi történik, és hogyan élnek itt az emberek. Ennek előbb-utóbb véget kell vetni. Én azt gondolom, hogy most már itt van az idő, és már most is mindenki érzi ezt, hogy nem elfogadható, hogy 10 rendkívül gyáva, sunyi, hozzá nem értő, egyszerűen dilettáns ember dönti el a sorsunkat. És ez a mai testületülés is ezt példázta, hogy ami jó nekik, az ő érdekeiknek, az ő klientúrájuknak, azt megszavazzák, minden mást nem. Ugyanez volt múlt testületülésen is, orvostanhallgatók, az egészségügyi értelmi, egy ösztöndi pályázat, mert egy ellenzéki képviselőtől jön, el kell utasítani. Nagyon jó, ma támogatjuk a szakmunkás képzésben, hiány szakmák vonatkozásában helyes, azt el lehet fogadni. Hát így nem lehet, tehát nem lehet kettős mércével gondolkodni, egy orosházi van, egy orosházi érdek lenne, de számukra bizony ez nem így működik. És erre a város fog rámenni, de előbb-utóbb rámenne, ha az itt élők nem hoznák meg majd helyesen a döntést hamarosan.